Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is. Ők majd este 8-kor hallgathatják most is, és innentől kezdve mindig a Vox műsorát. Vox 2024, és hát ennek jegyében beszélgetünk mi is a két vendégemmel, Németh Péterrel és Róna Dániellel. Örülök, hogy itt vagytok, szervusztok. Szervusz. Köszönjük meg. Elkezdődött a kampány, és láthatóan elkezdődött a főpolgármester jelölti kampány. Egy darabig úgy nézett ki, hogy ez nagyon kis halkszavú lesz, mert hogy ugye a Fidesznek nem volt jelöltje sem, aztán amikor lett jelöltje, akkor nem szólalt meg igazából, legfeljebb annyit mondott, hogy Gyurcsány, ami nyilván hívószónak szánt mondat volt, ha ez mondat, valójában az persze. És hát Vitézi Dávid is hosszan várakozott arra, hogy induljon. Na, de amikor eldöntötték, hogy igen, akkor onnantól kezdve ez most hangos lett hirtelen. Még húsvétkor is, mit gondoltak? De először is azt gondolom, hogy a felkészítése Vitézi Dávidnak a megszólalásaiból következtetően, tehát az LMP megszólalásaira figyelem, és a Vitézi Dávid, ez sokkal korábban elkezdődött. Tehát egy tudatos indulás rejt az egész akció, ami mögötte van. Én önmagában azt, hogy elindul, tehát igazi versenynek látszó valami, azt egyáltalán nem tartom bajnak. És még ez a fajta harc, ami most kampányszerűen, kampányüzemmódban van, még ez is az én ízlésembe bőven belefér. Tehát, hogy most mit gondolunk a különböző fővárosi dolgokról, építette eleget, fejlődötte eleget, egyfelől, másfelől fideszese vagy nem fideszes Vitézi Dávid, zárójel egyszer már itt elmondtam, szerintem az, de hát ez lehet, hogy te másként látod, de ez még messze nem az a kampány, amit egyébként majd beköszönk későbbiekben. Tehát ez, az az én felfogásom szerint ez bőven belefér. Ami beköszönt később durva kampányra számít? Sokkal durvább lesz, igen. Amikor bekapcsolódnak az olyan tulajdonképpen professzionális csapatok, amelyek arra készülnek, hogy hogyan tudják a másikat lejáratni. Ahol semmi más cél nincs. Itt most akár Karácsony Gergelyt nézem, akár Vitézi Dávidot, azért nem említem egyébként a fideszes jelöltet, mert az egy ilyen gyenge rezonőrnek tűnik előre, de a mögötte állókra nem tudjuk, hogy mit fognak képviselni. A durva része szerintem ezután fog jönni. Én is azt gondolom, hogy jóval előbb kezdődött Vitézi Dávid kampánya, mint hogy bejelentették, hogy hivatalosan főpolgármester jelölt. Januárban már nagyon észrevehető volt a jelenléte, sorba adta az interjúkat, a Google keresések és minden indikátor alapján már a köztudatba beszivárgott, hogy ő főpolgármester jelölt lesz, csak a bejelentéssel vártak később. Tehát ez egyértelmű. Érdekes a verseny dinamikája, hogy itt három jelentősebb támogatottsággal rendelkező szereplő van, és én is durvulásra számítok. Egyrészt arra, hogy a Fidesz a rendelkezésre álló erőforrásokkal nagyon sok pénzt fog költeni Karácsony Gergely lejáratására. Ugye ez nem teljesen jövő idő, mert ez azért már zajlik egy ideje. Most éppen Magyar Péter van a célkeresztben, és az Origón a legtöbbször az ő nevét lehet látni, de arra számítok, hogy a következő hetekben, hónapokban ez változhat, és Karácsony Gergely fogja átvenni ezt a kitüntetet. Hát, nyilván attól is függ egyébként, hogy Magyar Péter mennyire tudja fenntartani a vele szembeni kampányt és a saját kampányát. Ez szombaton azért elég rendesen el fog tudni dőlni, hogyha valóban az a hatalmas tömeg jön össze, akit ő megcélzott, akkor az azt jelenti, hogy Magyar Péter a színen marad és gyengíti a fővárossal szembeni kampányt, amennyiben kevesebb érdeklődő jelenik meg ezen a tüntetésen, akkor egy kicsit lanyhulóban lesz. Ez most nagyon fontos, amit mondtam, Magyar Péterről is az ő tüntetéséről később akartam veletek beszélni, de semmi nem köt minket időrendileg, hogy erről most beszéljünk. Abban az összefüggésben, amit mondasz, mert Magyar Péter ugye nem egy önkormányzati képviselői vagy polgármesteri pozícióra tör. Hogy pontosan milyen pozícióra tör, ha pozícióról van szó, az egyelőre nem világos, lehet, hogy EP képviselői, de lehet, hogy igazából csak szeretné a gyökereit leereszteni a magyar belpolitikában, de elvonja a figyelmet az önkormányzati és az EP kampányról is. Ugye, amit ő csinál, az gyakorlatilag egy országgyűlési kampány és egy miniszterelnök jelölti kampány képét mutatja inkább jelenleg. És elvonja a figyelmet arról a fő témáról, ami a gyermekvédelemnek kapcsán történik. Elvonja a figyelmet arról, hogy valóban
megtörtént-e az, amire ő hivatkozik, illetve amire Varga Judit beszél ebben a bizonyos hangfelvételben. Nagyjából arról beszélek ma, legalábbis a jobb oldalon, de már a bal oldalon sem vezető téma, amiről beszéltem, hogy milyen ember Magyar Péter. Ha most már arról is, hogy milyen ember Varga Judit, mert egyrészt ugye ő is elmondta, de igazából nem erről akartam volna beszélgetni persze, hogy hát majd elmondja Magyar Péter biztos, hogy megütöttem, és Magyar Péter elmondja, hogy hát megütött. Tehát, hogy azért ez egy furcsa dinamikájú kapcsolat lehetett, mind a kettejükkel kapcsolatosan. És a kérdés az, hogy mennyire tudja elmosni az önkormányzati kampányt, amiről te beszéltél, és ami rendkívül fontos lenne, hogy a főváros lakossága tisztán lásson, hogy mit akar itt a verseny, a két verseny, vagy három versenyző, bocsánat. Én azt gondolom, hogy Vitézy Dávidnak ez egy hátrányos tény, hogy Magyar Péter ekkora a médiafigyelem hárul, ugyanis ha ez nem lenne, akkor most valószínűleg a Vitézy Karácsony Szentkirályi párharcról szólnának a híradások, és Vitézinek az érdeke, hogy ő minél inkább reflektorfénybe kerüljön, mert mégiscsak ő a kihívó, alacsonyabb az ismertsége, alacsonyabb a támogatottsága, mint Karácsony Gergelynek jelen pillanatban. Ahhoz, hogy a kampányban ledolgozza, ahhoz óriási médiafigyelem kell, egy mágneses vonzerő, egy mágneses tér kell, hogy kialakuljon körülötte, hogy ő le tudja győzni a főpolgármestert. Ez nagyon nagyban akadályozza Magyar Péter, aki körül sokkal inkább kialakult ez a tér, mint Vitézy de körül. De segíthet-e Vitézy Dávidnak, na hát akkor ebben most itt elmerülünk, segíthet-e Vitézy Dávidnak az, hogy nagyjából ugyanabban a térben jelenik ő meg, mint a Magyar Péter, tehát azonosítja a közönség egy jelentős része a Fidesszel, vagy a fideszes kapcsolódással. Azonosítja azzal, hogy ő is jogászember, tehát valami ez mégiscsak ért, ugye Vitézy a közlekedésben tüntette ki magát közlekedési szakemberként, és mind a kettejüket a Fideszhez kötik, és mind a ketten próbálják ezt letolni magukról. Tehát, hogy van egy olyan fajta dinamikája ennek, hogy hát ha az egyiknél elfogadjuk, hogy ezer szállal kötődik a Fideszhez, akkor a másiknál miért ne fogadhatnánk el? Én ezt úgy érzem, hogy párhuzamos pályák. Tehát, hogy de lehet, hogy saját magamból indulok ki, és nekem nem kapcsolódik össze a két ember, ilyen mértékben, ahogy te beszéltél róla. Tudnék, a Vitézy is kétségtelenül belülről jött, de ő nem cáfolja azt, nem, igazából nem cáfolja azt, hogy még belül is van, most a Fideszen belül. A Magyar Péter minden rezdülésével azt igyekszik bizonyítani, hogy ezt a társaságot, ezt maga mögött hagyta, és nem csak neki kell maga mögött hagyni, hanem az egész társadalomnak. Hát Vitézy is, amikor megkérdezi az embertől, hogy mi köze van a Fideszhez, azt mondja, hogy neki soha nem is volt. Az egy dolog, hogy mit mond, a másik dolog azért az a múltja, amit nem tagad meg, az a saját államtitkársága, és az a küldetése, hogy ő neki tulajdonképpen az ellenzék fő versenyzőjét kell legyőznie. Ebben nincs különbség, tehát is ezért az, hogy az LMP a támogatója vagy a jelölője, ez még nem magyarázza, mert bizonytalanná teszi az LMP identitását is. Tehát én azt gondolom, nekem ez két párhuzamos pálya. Én is inkább a különbségekre hívnám fel a figyelmet. Tehát ez nem véletlen, hogy Vitézyről még egy cikk sem jelent meg az Origón, hogy a partnerével hogyan erőszakoskodott, és nem tudom még mi. Tehát alapvetően Vitézynek a politikai tevékenysége... Vártál ilyen cikket az Origón? Az Origón, úgy értem, hogy az Origón... Értem, nem kezdődött meg a lejáratása, értem. Igen, persze. Mert a Fidesz jelenlegi érdekeivel Vitézy tevékenysége nem ellentétes. Vitézy a ellenzéki főpolgármestert, Karácsony Gergelyt hívja ki, hogyha legyőzné, ez a Fidesznek egyáltalán nem jelentene problémát, sőt. De akkor legyőzni a Fidesz jelöltjét is, az sem jelentene problémát? Nyilván én is azt gondolom, hogy a központban annak örülnének jobban, hogyha Szentkirály Alexandra nyerne, de szerintem egy Vitézy győzelem az egy pozitív forgatókönyv, ha nem is annyira pozitív, mint a Szentkirály, de alapvetően egy pozitív forgatókönyv. Na jó, de Szentkirály Alexandráról azt mondta Karácsony Gergely, hogy ő majd vissza fog lépni, és majd ő akkor vitatkozik Vitézy Dávid, de a Vitézy Dávid azt mondta Karácsony Gergelyről, hogy lehet, hogy vissza fog lépni, mert ő szokott. Itt most ez a visszalépősdi is elkezdődött, hogy kinek kellene, és ki fog, és kinek illene. Hát ez is az első pillanattól kezdve, de Vitézy Dávid ott megelőzően ugyanezt mondta Ungár Péter, ugyanezeket a szavakat használta, elüti a villamos, vagy nem üti el a villamos Karácsony Gergelyt. Ő az, aki vissza szokott lépni, mindenhol elindult már, és mindenhonnan visszalépett. Az baj, ha ugyanazt mondják?
Nem, hát csak akkor még, a jelölő szervezet. Nem, csak akkor még, amikor ezt ugyanezt mondták, akkor még nem volt jelölő szervezet. Tehát volt jelölő szervezet, de nem volt hivatalos része. Én csak azt akarom mondani ezzel, hogy önmagában a Fidesz egyébként egyetért vele, egyáltalán nem bánná azt, hogy Szentkirályi Alexandra veszítene. Szentkirályi Alexandra semmilyen tevékenységet nem folytatott az elmúlt 5 évben, ami arra predesztinálna őt, hogy feltétlenül a Fidesznek egy erős versenyzővel kellene ringbe szállni. Na de ha nektek igazatok van, ezzel azt is mondjátok, hogy voltak éppen Vitézi Dávid kiváló fideszes főpolgármester jelöltje lenne Budapestnek, de ezt ő tagadja, ezzel ellen ő tiltakozik. Hát ez neki elemi érdeke, hogy ezt tagadja és ezzel ellen tiltakozzon. De azt gondolod, hogy csak az érdek? Nem látok a fejébe, úgyhogy nem tudom, hogy mit, hogyan gondol saját magában, de abban biztos vagyok, hogy a Fidesz felismerte azt, hogy Budapesten ellenzéki többség van. Az országban fideszes többség, Budapesten ellenzéki. Hogyha egy Fidesz által támogatott jelölt kihívja a Karácsony Gergelyt, akkor ő valószínűleg kisebbségben fog maradni, mert a Fidesz eleve kisebbségben van, ráadásul Karácsony Gergely egy inkumbens, magas támogatottságú főpolgármester. Csak úgy van esélyük, hogyha ellenzéki szavazókat is meg tudnak szólítani. Ki az, aki alkalmas ellenzéki szavazók megszólítására? Az, aki egyrészt a kormányt is kritizálja, másrészt tagad mindenfajta fideszes vádat, fideszességgel megvádoló állítást. Harmadrészt így pozícionálja önmagát, hogyha Szentkirályi Alexandra nem lenne ebben a versenyben, el se indult volna, akkor Vitézi Dávidnak sokkal nehezebb lenne fenntartani azt a üzenetet, azt a narratívát, amit mond. Igen, ő így most olyan, mintha középre helyezni magát, tehát semmit sem ott, én egy szakpolitikus vagyok, ez értek az, hozzá. Ő, ő azt akarja elhitetni és felmutatni, és a megszólalásai erre utalnak, hogy a szakmát képviseli, a városvezető szakmát, aki, és egyetérte veled, ugye arra appellál, ugye tudjuk a Fideszről, már legenda, hogy mindent megmér. Mérne ezt, mérné meg. Látjuk, hogy Szentkirályi Alexandrának mekkora a támogatottsága. De az fontos lehet, hogy egy kvázi fideszes, vagy nem annyira fideszes, de szakmást jól ismerő ember, akit ezt el is ismerik, az beszáll a ringbe, és akkor azok az emberek, akik Fideszre nem hajlandóak szavazni, egyetértem, amit nem mondasz, azok de Karácsony sem annyira kedvelik, azok megjelennek majd a Vitézi szavazótáborában. Szerintem ez a háttere a dolog. Szólhat-e ez az egész csupán arról, hogy az LMP pozíciót akar fogni? Az az LMP, amelyiknek ugye ezt most a személyre is hányják, mert ismét árulózza az ellenzéki pártok többsége, a DK-nak köszönhetően bír frakcióval rendelkezni a parlamentben, ezt jó csúnyán mondtam, elnézést, és az az LMP, amelyik így meg tud jelenni a fővárosi közgyűlésben, ahol nincs képviselete jelen pillanatban. Az LMP kapcsán még az érdekes, hogy gyakorlatilag választásról választásra váltogatja az ellenzéki együttműködéshez való viszonyát. 2018-ban kritizálta azokat, akik visszaléptetik a jelöltjeiket, kritizálta az ellenzéki koordinációt, azok a politikusok az LMP-ből, akik a ellenzéki együttműködés mellett voltak, Szél Bernadett, Hatházi Ákos, ezek távoztak, akik maradtak, azok inkább ellene voltak. 2022-ben viszont mégis közös listán szerepelt az LMP, máshogy nem tudott volna bejutni a parlamentbe, és most ennek ellenére az ellenzéki főpolgármestert nem támogatják, helyette viszont támogatnak. Aki viszont korábban támogatott főpolgármester jelöltjük volt. Sőt, miniszterelnök jelöltként is támogatták igen. Őt 2021-ben, tehát még nem is olyan régen. Helyette viszont támogatnak valakit. Az, hogy mennyire fideszes, azt a nézők megítélik, de ugye azért az ténykérdés, hogy eddig ő, amikor Budapesten dolgozott, akár BKK vezetőként, akár a Budapesti Fejlesztési Központ vezetőjeként, akár államtitkárként, akkor vagy egy Fidesz által vezetett kormánynak a tagja volt, vagy olyan intézményt vezetett, ahol a felettese egy Fidesz által kinevezett politikus volt. És amikor Karácsony Gergely fel akarta kérni a BKK vezetésére, akkor azt mondta, hogy nem tudja elvállalni, mert Orbán Viktor nem engedni. És ezt nem cáfolta egyébként egyszer sem, pedig ez többször elhangzott már. Mindegy, érdekes kampány lesz. Én egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy valamikor a vége felé Szentkirályi Alexandra, amikor úgy mérik, kiszáll, de attól is függ, hogy
azt hogyan mérik, hogy kitől veszel szavazatokat, Vitézi Dávid, a Fidesztől veszel. Én azt gondolom, hogy ez inkább a te szakmád, tehát hogy ma úgy gondolnám, hogy inkább többet veszel a Fidesztől, mint az ellenzéktől, de ez éppen fordulhat. Nektek van mérésetek 21 kutatóközpontban? Van, persze. Van, amit már nyilvánosságra is hoztunk. A Mediának korábban mértünk közösen budapesti főpolgármesteri preferenciákat is. Az az érdekes, hogy a sajtóban nagyon úgy jelenik meg, hogy ez egy karácsony-vitézi párharc, ahol Szentkirályi Alexandra teljesen esélytelen, és ehhez képest, hogyha a támogatottsági adatokat nézzük, akkor az ennél azért árnyaltabb. A Medián januárban is nyilvánosságra hozott egy kutatást, ahol azért az látszott, hogy a Vitézi is, meg a Szentkirály is 20% környékén vannak, míg a Karácsony 35-40% környékén. Már tegyük hozzá, hogy akkor ők még nem voltak jelöltek. Kétségtelen. Akkor egyébként azt hiszem, hogy az volt, hogy név nélküli fideszes jelölt, de aztán már a Szentkirály megjelenésével is volt ilyen kutatás. Szóval azt csak annyit akarok állítani, hogy ahhoz képest nagyon kevés szó esik Szentkirályi Alexandráról, hogy egyébként az ő támogatottsága az egy nagyságrendben van Vitézi Dávid támogatottságával. Ezzel azt mondod, hogy az elkötelezett fideszes nem megvezetett, megvezethető, tehát ő fogja tudni, hogy kire kell szavazni? Egy pillanat, ugye nézzük meg, hogy hova akarják vezetni. Még ez se egyértelmű. Egyelőre Orbán Viktor és a Fidesz nagyon kevés erőfeszítést tett Szentkirályi Alexandra felfuttatása érdekében. Nagyon kevésszer jelenik ő meg a központi kommunikációban. Most nemrég már volt Orbánnak egy ilyen posztja, de az is nagyon későn, sokkal a bejelentése után. Tehát egyelőre még az se egyértelmű, hogy a Fideszen belül mi a stratégia és melyik jelöltet akarják erősíteni, Vitézit vagy Szentkirályit, és aztán majd meglátjuk, hogy a szavazók ezt követik-e, és azt is meglátjuk, hogy egyébként az egyik jelölt nem fog-e visszalépni. Csak annyit akarok mondani, hogy jelen pillanatban ez azért egy háromszereplős verseny, és nem egy kétszereplős. A másik két jelölt szót sem érdemel, ugye van a Mi Hazánknak is, meg a Jobbiknak is jelöltje. Egyedül a Jobbik jelöltje fogadta el például Brenner Koloman Vitézi Dávid felhívását a FER versenyre. Én azt gondolom, hogy nincs esélyük, de szerintem ők is tudják, hogy nincs esélyük. Tehát amit mértek eddig, ez ilyen 2% környékén van. Ott sem tudom, tartom teljesen elképzelhetetlen, hogy meg visszalép valamelyik, akár mind a kettő. Mert ha jelen van, akkor csak azért van jelen, hogy valamelyik táborból elvegyen szavazatokat. Rákai Filip nagy interjút adott. Átváltsunk egy másik témára, és van benne egy meglepő mondat, hogy Orbán Viktor egy sajtószemléből értesült nagyjából egy évvel később arról, hogy Novák Katalin korábban kegyelmet adott a pedofíliával. Én szeretem az ilyen meséket, az benne van a politikában, hogy tudjunk valamit jól elmesélni, és hogyha hozzáteszem, hogy Orbán Viktor meg arra buzdított, hogy nézzék meg az emberek, abból nem derült, hogy ő látta a filmet, de arra buzdít, hogy tessék megnézni a Rákai Filip, és ez időben egybeesik, most nemrég bemutatott filmjét, akkor tulajdonképpen szépen kedvesekednek egymásnak. Teljességgel kizártnak tartom, hogy egy ilyen horderejű ügyben, amely ráadásul úgy zajlott, hogy Varga Judit, mint igazságügyi miniszter, úgy küldte tovább ezt a kegyelmi kérvényt, hogy elutasítja, és úgy érkezik vissza hozzá a köztársaság, akkor még köztársaságának Novák Katalintól, hogy jóvá hagyja, hogy ilyenkor az igazságügyi miniszter ül ott az íróasztala fölött, hát így jártam, vesztettem, és nem szól senkinek. Ezt el tudjuk képzelni, hogy ez egy reális forgatókönyv. Miközben azt azért jelezzük, szerintem a kedves nézőknek, el ne felejtsük, hogy egy normális helyzetben semmi köze nincsen a miniszterelnöknek ahhoz, hogy a köztársasági elnök mit ír alá. Ahhoz esetleg, hogy mit nem ír alá, lehet mondjuk visszaküld az országgyűlésnek valamit. Tehát, hogy a köztársasági elnök az egy független entitás. Úgy egyébként. Igen. De ezt te sem mondod komolyan. Hát mondom úgy egyáltalán, hogyha az alaptörvényt elolvassuk, akkor ez így van. Igen, és ez kész, jó? Egyetértek. Ha most csak maradunk a jogi részénél, akkor ugye annak tud kegyelmet adni, akire felterjesztés érkezik az igazságügyminisztertől. Igen. A Varga Judit, amikor azt mondja, ugye azt mondta korábban, hogy ő csak nem akartam megtagadni az ellenjegyzést, az azért az igazságnak csak az egyik fele, mert már a felterjesztés is tőle származott, és az ő főnöke pedig Orbán Viktor volt, amíg a kormányban volt. Szóval a miniszterelnök és a kormány ilyen módon mindenképpen érintett, az pedig, hogy valójában miről tudott, miről nem, azt szerintem legkevésbé Rákai Filiptől fogjuk megtudni. Ő többek között azt is mondta az interjúban, hogy baloldali médiafölény van Magyarországon,
Úgyhogy én szerintem nem kell készpénznek venni mindegyik állítását. De el tudok képzelni egy ilyen jelenetet, ha már a mesénél tartottam az előbb, hogy ülnek egymással beszélgető Orbán Viktor és Rákai Filip, és azt mondja egyszer csak a Orbán Viktor, te ide figyelj, Filip vagy Kálmán. Hát én ezt nem tudtam. Hát képzeld el, az újságokból értesültem róla. Milyen országban, az újságból értesül az, hogy Budavárit kiengedik, lehet, hogy Budaházit kiengedik, és kilovagol a börtönből, lehet, hogy ezt nem is láttam, miniszterelnök, egyébként ez az egész történet Budaházival kapcsolatban szerintem méltatlanul kevés figyelmet kapott, mert legalább akkora figyelmet érdemelt volna az a kegyelem, mint ez a... Hát és a többi kegyelmi ügyet sem ismerjük, nem is tudjuk, hogy ki kapott még akkoriban kegyelmet, csak tudjuk a számot, hogy 20 fölött. Úgyhogy érdekes kérdés lesz. Hát jó, eddig jutottunk ma. Aztán majd szerintem itt a választásokig sok mindent fogunk tudni taglalni még veletek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Németh Péter, a Népszava főszerkesztője, és Róna Dániel, a 24 Kutatóközpont igazgatója voltak a vendégeink. Köszönjük. Köszönjük.